A jégen pedig már Pavuk Viktória, a budapesti közönség legnagyobb örömére. Első felnőtt Európa bajnokságán könnyen lehet, hogy meg lesz az a bizonyos bronzérem. Tavaly az EOF-on már volt egy harmadik helye, korábbi kétszeres junior magyar bajnok, és könnyen lehet, hogy egy felnőtt Európa bajnoki bronzéremmel bővül a kincses tára. Na lássuk. Edwin Marton zenéjével kezd egyébként. És megvan a tripla lusz, tripla tólúp. A rövid programmal is tökéletesen sikerült, és most is egy kiváló kezdés. Legyen hasonlóan szép a folytatás. Tripla Rydberger is megvan. Tripla flip. Varázslatos. Közönség már tapsol. Dupla Axel. És megvan a tripla lutz külön is. Az Axelt leszámítva minden eddigi ugrás a tripla volt. Szenzációs. A Szalov egy picit bizonytalan érkezéssel. Pici hiba. Gyönyörű szép a Billman piruett. És megvan a tripla tólup is, az utolsó ugrás. Innentől már csak be kell fejezni ezt a kürt. Malomforgások. Egészen elképesztő kürt futott Pavuk Viktória. Nem tudom, megvan-e a bronzérem, de nagyon-nagyon kevésen fog múlni. Meg lehet 18 esztendős Pavuk Viktóriának. Felállva tapsol a közönség. Bravo!